CST-ket használja 60 és 80 ezer közé. Hasonló különlegességekkel lehetett találkozni a jótékonysági kártyabörzén szombaton, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban. Mindenkit sok szeretettel vártak, aki foci rajongó, és cserélni vagy eladni való kártyái voltak. A terem nagyon hamar megtelt, sok kártyagyűjtőt vonzott a program Maroshegyre. Tóth Máté Zente édesapjával érkezett a vásárra. Elmondása szerint hónapok óta lelkesen gyűjtik a minél különlegesebb kártyákat, és mostanra már több ezer van birtokukban. Kb. Megszámlálhatatlan, mert úgy kb. A bevizsgáltakat, a mezdarabosokat, az aláírtakat, a bézeket mind beleszámolva több millió szerintem. A kártyabörze ötlete egy 16 éves foci rajongó, Kondor Kevin fejéből pattant ki, mert szerette volna reprodukálni a budapesti nagy rendezvényeket itt Székesfehérváron is. A vásárnak, amellett, hogy összehozza az elszánt gyűjtőket, kitűzött egy másik célt is. A húsvéti ünnepek alkalmával az asztalfoglalásokból befolyó összeg egy részét jótékonyságra szánják, ami a Fejér megyei gyermekvédelmi alapítványhoz kerül majd. Ugye az asztalokat meg lehetett venni a árusoknak, és akkor az asztalok árából egy része jótékonyságra fog menni a Szedreskerten található egy anya otthon, ahol a gyerekeknek és az anyukáknak veszünk játékot, plüsseket, csokikat. A jótékonysági börzén nem csak a focit kedvelők találhatták meg kedvenc sportolóikat. Helyet kaptak még a kosárlabdás, amerikai focis, valamint a pokémonos kártyák is.